Hol volt Isten a 39-től 44-ig, 45-ig terjedő időszakban? Ezt mindannyiunknak fel kell tenni ezt a kérdést, fel is tesszük. Én úgy gondolom, hogy a Bibliában benne van a válasz, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És azt mondhatjuk, hogy Isten, aki ott van a szenvedők mellett, ott volt a vonatokban is, és ott volt a gázkamrákban, ott volt a táborokban is. Auschwitz-Birkenau-ban kialakított cigányláger első foglyai 1943. február 26-án érkeztek. A Birkenau 2E táborban cigány családokat tartottak fogva. Fennállása alatt összesen 20.934 cigány, férfit, nőt és gyermeket regisztráltak. Békés társadalmának jelentős részét, több mint 10%-át alkotja a cigányság. Nagyon beépültek már, és szervesen beépültek a város életébe, és azt kell, hogy mondjam, hogy főleg az utóbbi időben, de a korábbi időben is az egymás mellett élés az egyre inkább kiegyensúlyozott, és egyre inkább tudjuk egymás munkáját segíteni. Ezért is tartom fontosnak, hogy jelen legyünk itt. Áldást mondok a magyarországi cigány nemzetre, nemzetiségre. Legyenek ők áldottak a te nevedben. Épüljenek és növekedjenek és gyarapodjanak. De ha találják meg az ő helyüket a társadalomban, kérek téged, emeld fel őket minden tekintetben, hogy példájává lehessenek az embereknek. Ramáld meg azokat, akik vezetik ezt a várost. Áld meg azokat, akik döntéshozó helyzetben vannak, hogy olyan döntéseket hozzanak, hogy békében és nyugodtan élhessük az életünket, ahogy a te ígéd mondja. Amen. Köszönöm, hogy együtt emlékeztünk a holokauszt roma áldozataira.